A Magyar Hematológiai és Transfúziós Társaság és a Borsodabaui Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, Semmelweis Tagkórház 4-es belgyógyászati osztálya 2018. február 23-án tartotta konferenciáját a Lilafüredi Palotaszállóban. A mieloma multiplex az izomrendszer plazma sejtjeinek rosszindulatú daganatos megbetegedése. Főképp az idősebb 60 év felüli betegeket érinti a betegség. Megjelenési gyakorisága ezen életkor fölött a kor előre haladtával egyenesen nő. Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűséggel érinti a betegség. A hazánkban évente nagyjából 400 új érintettet fedeznek fel az orvosok, és körülbelül 2-3 ezer beteg él az országban. A betegség véglegesen csak nagyon ritkán gyógyítható. Jó hír azonban, hogy ma már olyan hatásos készítmények állnak rendelkezésre a gyógyításban, melyek jelentősen növelik a betegek gyógyulási esélyeit. A csontvelő daganat gyógyításában az elmúlt 10-15 esztendőben több előrehaladás történt, mint az azt megelőző években. A Lillafüredi Tudományos Ülés résztvevői nagy tapasztalattal rendelkező, magasan képzett, elismert, kiváló szakemberek előadásait hallgathatták meg. A tudományos ülés előtt dr. Radványi Gáspár belgyógyász hematológussal, a rendezvény szervezőjével beszélgettem. 1991-ben szerveztem az első mieloma konferenciát Miskolctapolcán. Több-kevesebb szünetekkel azóta ez már a 7. rendezvény. Ez egy speciális vérképzőszervi betegség, lényegében a csontvelőből kiinduló rosszindulatú daganat, csontvelő ráknak is szokták nevezni, ami hosszú-hosszú éveken át egy helyben mocorgott egy 3 éves túlélési lehetőséget, kínált mindössze a betegeknek. Ez megváltozott az elmúlt 10-15 esztendőben, azon belül is az utolsó 2-3 évben olyan forradalmi változások következtek be, amelyek jó eséllyel kínálják a teljes gyógyulás, vagy a jó életminőség melletti hosszú-hosszú 10 év fölötti élettartamot is. Doktor úr említette, hogy ez már a 7. konferencia. Én a meghívóban láttam egy érdekességet. Ezt a 7. konferenciát szeretnék új tartalommal, egy új köntösben megtartani. Új tartalmi elem tulajdonképpen, hogy a poszter lehetőségét is megadjuk. Eddig felkért előadók egy-egy téma, legelismertebb hazai szakértői mondtak egy-egy summás véleményt egy-egy betegséggel kapcsolatosan. Most pedig ilyen interaktívvá próbáljuk tenni, tehát mindenki, akinek ilyen irányú tapasztalata van, az egy poszteren bemutathatja az eredményeit, majd a poszterek megtekintése után közösen egy megbeszélő fórumot tartunk itt ebben az előadóteremben. Honnan érkeztek az előadók? Az ország minden részéről érkeztek az előadók. Mind a 4 orvosegyetem a legelismertebb vezető professzoraival érkezett, és minden olyan nagymegyei kórház, ahol hematológiával foglalkoznak. Ez alatt értendő az Országos Onkológiai Intézet, az Országos Hematológiai Intézet, és még egyszer mondom, minden nagymegyei kórház. Említette, hogy a hematológiai betegek jó eséllyel gyógyulnak, sokkal jobb eséllyel gyógyulnak, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt. Jelen pillanatban is 3-4 olyan innovatív gyógyszer áll a kipróbálás utolsó stádiumában, vagy már a klinikai gyakorlat bevezetése előtt vagy közben, amelytől az várható, hogy ez az arány lényegesen meg fog javulni, és a korábbi halálos betegségből egy krónikus vele együtt élni lehetséges betegséggé szelídülhet. Ezen a szakmai konferencián különlegesen képzett szakemberek fognak előadni. Lesz-e majd arra lehetőség, hogy ennek a konferenciának az anyagát mindenki megkapja? Igen, ez abszolút jogos elvárás, és a legutóbbi alkalommal is, ami 2 évvel ezelőtti konferencia volt, utána megjelent egy kiadvány, a Hematológia és Transfúziológia című periódika, ami 4 évenként jelenik meg, annak egy külön száma foglalta össze ezeknek az előadásoknak a rezüméjét.